ballagás, eltűnnek a műanyag szívószálak, karcagi vállalkozásoknak is segített az adócsökkentés a Covid alatt. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 14-én 18 óra 5 perckor. június 13-án, életének 63. évében súlyos betegségben hunyt el Dobos László. 1994-től volt önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlésben 1998 óta dolgozott. 2002-2010 között alpolgármestere, utána polgármestere volt Karcagnak. Ma reggel a Fidesz frakció Dobos László polgármester sírjánál a déli temetőben virágokat helyezett el őrizve emlékét. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola is megtartotta ballagási ünnepségét. A ballagási istentisztelet nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkész ige hirdetésével kezdődött. Kedves ballagó diákjaink, amikor több mint 8 esztendeje először beléptetek az iskolánk kapuján, akkor még előkészítős óvodások voltatok, jöttetek a nagy épületbe, és félénken fogtátok szüleiteknek a kezét. Aztán félénken, majd egyre vagányokban elengedtétek a nagyobb kezét. De amikor vége lett a foglalkozásoknak, és hirtelen minden felbojdult, újra csak szóltatok anyának, apának, a tesónak, hogy hát fogja már meg megint a kezeteket. Aztán szeptemberben elindult az a 8 év, aminek erősen a vége felé jártunk már most. Az elején még odaszaladtatok a tanító nénihez, a napközis nevelő nénihez, és versenyeztetek, hogy kinek a kezét fogja meg a tanítónéni. És bizony, a hinduk 10 karú istene, Durga istenő sem lett volna elég hozzátok, hogy mindenkinek a kezét meg tudja fogni. Kicsivel később még alsósok voltatok, még az iskolába vezető úton fogtátok szüleitek, nagyszüleitek kezét, és amikor vonultatok sétálni, megnézni egy szép előadást, kéz a kézben láttalak titeket az osztálytársaitokkal. Azután történt valami. Hirtelen szégyen töltött el benneteket, mert anyának, vagy egy osztálytársnak, ne adj Isten, a tanítótoknak meg kellett fognotok a kezét. És biztosan ezek a mondatok zajlottak le benneteket, hogy hát ez micsoda dolog, milyen megaláztatás. Nem vagyunk mi már kicsik, nem vagyunk mi kisbabák. Bennünket ne irányítson senki, ne pártolgasson senki. Igen, látjuk és tudjuk, most már nagy, okos, minden is tudó nyolcadikos ifjak vagytok. Néhányatokhoz még egy kis szék sem áll, hogy felérjünk titeket. Pedig higgyétek el, kedves diákok, ballagó diákok, mi már tudjuk. Soha nem lesz olyan jó dolgotok, mint amikor nem kellett semmi másra figyelnetek, mint a szerető kéz szorítására, irányítására, védelmére. Mert az ifjúsággal jönnek még komoly döntések, nagy élet kihívások, amikor bizony jó lenne, ha valaki megfogná a kezünket, és azt mondaná, bízd rám magadat. De el kell fogadnunk, és ez így természetes, és büszkék is vagyunk rátok, hogy olyan nagyok lettetek, hogy erre már soha nem
A három ballagó osztály tanulói Takácsné Csikós Anikó igazgatóhelyettes mutatta be diákvetítésével. A hetedik évfolyamos tanulók Demjén Ferenc Honfoglalás című filmzenéjéből a Kell még egy szó című betét dallal köszönt el a ballagóktól. Fazekas Noémi, Házi Boglárka, Nagy Lara, Szabó Zsófia, szólót énekelt Szabó Stefánia. A ballagók is elköszöntek a fenntartó testülettől, az iskolavezetéstől, a pedagógusoktól és a diáktársaiktól. Arany János Domonkos napra vers részletét Bilizló Csenge adta elő. Pap Róbert Gabriel Faur Paváne című művét fuvolán adta elő, zongorán kísérte Koppány Mária templomi orgonista. Az iskola vezetés nevében Földváriné Simon Ilona igazgató köszönt el a diákoktól és szüleiktől. Nagyon örülünk, hogy sikerült a hagyományos módon a ballagási ünnepséget, ballagási ünnepi istentiszteletet megszervezni és megtartani, mind az iskolában, mind pedig a református nagy templomban. Én nagyon kiválóra értékelem, amikor a tanulók bennünket az iskolavezetést búcsúztatták, és bementünk a tanterembe. Minden osztályban elmondtam a valóságot, hogy nagyon büszkék vagyunk rátok, mert a tanulmányi munkában is megálltátok a helyeteket, mondtam így a diákoknak. Nagyon sok verseny eredményt hoztak az iskolának, szereztek maguknak, de ugyanakkor városunknak a hírnevét is öregbítették. És ezt el tudom mondani mind a három osztály esetében, el is mondtam a tanulóknak. Azt is elmondtam, hogy én ugyan nem hordok kalapot, de ha lenne, akkor megemelném a kalapot, és nagyon sajnálom, hogy elmennek, de ez az életútja. A református iskola nevelőtestülete egy dallal búcsúzott a nyolcadikosoktól. A nyolcadik évfolyamos osztályfőnökök nevében Birizlóné Mészáros Anikó búcsúzott el a tanítványoktól, a ballagók pedig Koncz Zsuzsa dalával köszöntek el a szülőktől, hozzátartozóktól. Az iskola zászlójára szalagot kötött a ballagók nevében Pintek Renáta és Berecki Zsolt, Székely Éva énektanár orgonajátéka közben. Hagyomány az, hogy a hetedikesek ballagtatnak, de az ötödik, hatodik évfolyamosok is jönnek, nem csak a gyerekek, hanem a szülők. Tegnap például pénteken 9 óráig, este 9 óráig volt nyitva az iskola, 16 órától akkor úgy mondom, hogy 21 óráig, és ma is már hajnal 5 órakor itt volt a karbantartó, a takarítónő, és kinyitotta az iskolát, és jöttek a szülők, gyerekek, később a gyerekek. Nem csak a tantermet díszítették, hanem a templomot is. Ezután jutalmak átadása következett. Nagyon sok nívós versenyre beneveztünk, és nagyon sok eredmény született. Ezeket az eredményeket minden évben, ez már gyakorlat, hogy összegyűjtjük, tehát nyilvántartjuk, és a Talentum újságunkban szoktuk összegyűjteni, megjelentetni, és akkor a gyerekek ezt megkapják, és a szülők a tanévzáró ünnepségen. Alma Mater díjat vett át nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkésztől, a 8. A osztályból Berecki Zsolt, Birizló Csenge, Budai Zsanett Bettina, Csizi Zsuzsa, Kis Viktória, Kis Zalán, Monori István Vajk, Orosz Rita. A 8. B osztályból Csávás Nándor, Farkas Florence. A 8. C osztályból Fazekas Boglárka, Péntek Renáta és Pintér Kornél. A református iskoláért emlékplakettet Földváriné Simon Ilona igazgatótól. A 8. A osztályból Farkas Réka, Kelenoémi, Kun Gréta, Pintér Nóra, Sóti Gábor Ákos, Szarka Orsolya. A 8. B osztályból Horváth Levente, Pap Róbert, Szabó Fanni Réka, T. Szabó Ákos, Veres Mihály vette át. Kiváló sportoló díjat Bánhegyesi Lili, Erdei Gergő, Nagy Sándor, Tóth Julianna, Tóth Komlósi Csenge Kitti vehette át Orosz István testnevelőtől. A kiváló néptáncos díjat Pocók Zoltánnak, Bíró Andrea, a Csillagrózsa néptánc csoport művészeti vezetője adta át.
jutalomkönyvet vehetett át a 8. A-osztályból. Antal Ákos, Erdei Gergő, Fodor Zita Melinda, Földvári Petra, Hopka Tamás, Jancskár Lilla, Szabó Márta Júlia, Szűcs Marcell, Túrterebesi Ábel, Vadai Roland György. A 8. B-osztályból Balog András, Boruzs Lili, Erdei Jázmin, Kónya Csaba Zsolt, Kovács Vince Zétény, Pocók Zoltán, Rózsa Sándor György. A 8. C-osztályból Galgovics Adél, Hajdú Viktória, Péter Dániel, Sándor Sára, Tardi Viktória Szintia, Tyukodi Marianna, Vince Leila. A jutalomkönyveket átadta Földváriné Simon Ilona igazgató. A fenntartó Karcagi Református Egyházközség 1 a gyülekezethez tartozó család adományából pénteken át a 8. C-osztályos diák középiskolai tanulmányait 60 000 forint adománnyal támogatta. Az adományt nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkész adta át. Július 1-től eltűnnek többek között a műanyag szívószálak. Tilos lesz forgalomba hozni egyes, egyszer használatos műanyagokat július 1-től. A kormány legújabb döntése szerint bizonyos műanyag evőeszközöket, tányérokat, tálakat, dobozokat beszüntetnek, vagy ezeknek a gyártását hamarosan beszüntetik. Ami a mi vendéglátó egységeinket érinti, tájékozódtunk a napokban. Bizonyos eszközöket érint, csak az műanyag evőeszközöket, illetve szívószálakat fogja előre láthatólag érinteni. Az elmúlt néhány évben mi már a környezettudatosságra törekedtünk, és nagyrészt a műanyag dobozokat, nagyrészt papír dobozokra cseréltük, illetve 100%-ban újra hasznosítható elviteles dobozokat használunk. Amiben jelenleg a menüt mi kínáljuk a vendégeknek, ezeket az elviteles dobozokat nem érinti, ezek 100%-ban újra hasznosítható dobozok, így ezek meg fognak maradni július után is. Ami bennünket érinteni fog, az a szívószál, elsősorban amit az étteremben használunk, helyette valószínűleg papír szívószál lesz, mi is erre fogunk áttérni, illetve az elviteles ételekhez, aki kér evőeszközt, az evőeszközöket fogja érinteni, helyette fa evőeszközöket fogunk majd adni. A kormány elkötelezett a klímavédelem mellett, ezért kiemelt célja, hogy minél gyorsabban átállhasson a körforgásos gazdaságra, és e célok mentén hirdette meg 2020. februárban a klíma- és természetvédelmi akciótervet konkrét intézkedésekkel. Az egyik intézkedés csomag vonatkozik az egyszer használatos műanyag termékek forgalmazásának megtiltására. A fenntarthatósági elvek érvényesítése érdekében júliustól tilos lesz a műanyag fültisztítópálcika, evőeszköz, így a villakés, a kanál és az evőpálcika, a tányér, szívószál, italkeverőpálcika, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet és az expandált polisztirolból készült ételtároló edény és italtartó poharak forgalmazása. 1000 milliárd forintnyi adócsökkentés a magyar Covid-válság mérlege. A támogatások, a hitelmoratórium, a 13. havi nyugdíj visszaállítása mellett mintegy 1000 milliárd forintnyi adócsökkentésről döntött a kormány válaszként a koronavírus válságra. A járvány első hullámában hozott könnyítések több mint 360 ezer ember munkájának, több karcagi vállalkozás megtartását segítették, és több milliárd forintot hagytak az érintetteknél. Az első intézkedések között több mint 151 ezer kisadózó vállalkozás tételes adója alá tartozó cég adószámlájáról törölt 4 havi közterhet az adóhivatal. 2020 márciusától a járványnak leginkább kitett ágazatokban a munkavállalók bére után is jelentős adókedvezmény járt. Ezen kormányzati intézkedések is elősegítették a karcagi vállalkozások fennmaradását. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!